szervezetnek. Cuslág ügyben én tanú voltam, mindent elmondtam, amiről volt információm. Nézze, a Cuslág ügyben igazán mindent elkövetett az ügyészség, hogy találjon politikai szálakat. Higgy el, hogyha lettek volna hozzám vezető szálak, azokat megtalálták volna. Hát egyrészt én voltam az a budapesti elnök, aki Hagyó Miklóst felkérte a lemondásra. Minden ilyen ügyben azon az állásponton vagyok, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás tegye a dolgát. Ami egyébként Kránisz Krisztiánt illeti, fideszes források, tény, hogy a munkatársam volt 2010 előtt. 2010-ben elváltam kutyaink, önkormányzati munkájával sok sikert kívántam, és semmilyen közön munkatársi vonalon, és egyáltalán nem az én emberem. Ha az én emberem lenne, akkor még önkormányzati képviselő lenne, ha azóta nem mondattuk volna le. Nem érzed azt, hogy lett volna politikai felelősséged az ügyeknek a kivizsgálásában, legalább annyiban, hogy mondjuk a vizsgáló bizottság és az Arató Gergely képviselő úrhoz is szól, hogy legalább a vizsgáló bizottságnak a munkáját az MSZP és a Párbeszéd közösen nem kaszálta volna el. De szerintem most a legjobb helyen vagy arra, ahhoz, hogy ezt a dolgot kivizsgálj. Önkormányzati képviselő vagy Kispesten. Járja a végére. Fejezd be ezt a munkát. Ha távolodni akarsz az ügyektől és országgyűlési képviselő akarsz lenni, azt persze értem, megértem, de én sok sikert kívánnék neked ehhez a munkához. Ha bármi olyan dolog van, amiről úgy gondolod, hogy feljelentést kell tenni, tedd meg. Tedd meg, nyugodtan. Tied a pálya. Volt arra lehetőség, hogy kivizsgáljuk ezeket az ügyeket. Ferenc István LMP-s képviselőtársammal közösen alakítottunk egy antikorrupciós tényfeltáró bizottságot, amit a Covid miatt nem hosszabbított meg, nem támogatta ezt sem az MSZP helyi képviselete, sem pedig a demokratikus koalíciónak a helyi képviselete sem. Nem vagyok önkormányzati képviselő, nem voltam ott a vizsgáló bizottságban, tehát ehhez keveset tudok hozzátenni, kérdezd meg képviselőtársaidat bármikor. Anikó, ha te tudsz olyan tényeket, amiket a közvélemény még nem, azokat hoz nyilvánosságra. Üljetek le, nem biztos, hogy a sajtóban kell üzengetni, az kampányfogásnak jó, de nem biztos, hogy kiderül belőle az igazság. Üljetek le, dolgozzatok együtt, én erre fogom biztatni teljesen a kerületi DK-sokat is. Támogassanak abban, hogyha szeptember 30-án ismét napirendre fogjuk venni a kispesti közgyűlésen ezt a kivizsgálási határozatot, akkor ez kerüljön elfogadásra. Én ebben támogatlak, szóval azért nem tudok róla, a képviselőtársaidat azért meg kell majd győzni róla. De ebbe kérném a segítségüket, hogy segítsenek meggyőzni, hiszen ez önöknek is érdeke. Semmi akadály a részemről. Így van, elmondtam erről a véleményemmel örömmel. Én magam részről támogatok mindenfajta épeszű józan vizsgálatot, ami a tények feltárásához vezet. Arra is koncentrálnunk kell, hogy a panelben lakók, az alacsony jövedelműek jövedelmel lehetővé tegye a lakhatást, és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők nyugdíja lehetővé tegye a lakhatást. Dobrev Klárával azért mondja azt a demokratikus koalíció, és azért vállalom én, hogy önrész nélküli panelprogramot hozunk létre, európai és hazai támogatásokból, hogy valóban ez mindenki számára elérhető legyen. Én a Momentummal azt javaslom, hogy évente 100 000 lakásnak az energetikai korszerűsítését vállaljuk, és napelemek telepítését is ösztönözzük. Évente 50 000 napelemet. A Fidesz 2014-es választási csodafegyver az úgynevezett rezsicsökkentés volt. Mit gondolnak a Fidesz rezsipolitikájáról, és hogyan érnék el megválasztásuk esetén azt, hogy a rezsiköltségek ne közvetlenül a fogyasztókat terheljék? Fidesznek a rezsicsökkentése az egy végtelenül populista húzás volt. Én abban hiszek, hogy olyan rezsitámogatási rendszert kell létrehozni, ami egyformán vagy nagyjából egyformán segíti azokat, akik rászorulnak erre. De a Fidesz rezsicsökkentési rendszere az alapvetően egy igazságtalan rendszer. Ezt meg kell szüntetni ebben a formában. A rezsitámogatást meg kell tartani a rászorulóknál. A demokratikus koalíciónak az a javaslata, hogy legyen a rezsinek egy olyan minimuma, ami mindenkinek alanyi jogon jár. A minimális fűtés, a minimális víz, a minimális áram, hozzáteszem, a minimális internet, az mindenkinek járjon alanyi jogon, ezt 21. században megengedheti magának az ország. Kőbányán az elmúlt évben többször is kilakoltatások miatt került a kerületrész ugye a hírekbe. Ugye volt a Bihari utcai kilakoltatások 2018-ban, ami ellen egy tüntetés is szerveződött. Megválasztásuk esetén támogatnának egy olyan szabályozást, ami kifejezetten tiltaná az elhelyezés nélküli kilakoltatásokat. Olyannyira emlékszem erre az esetre, hogy ott voltam azon a tüntetésen. Családok elhelyezés nélküli kilakoltatását törvényi szinten kell megtiltani, és elő kell írni egyébként
az állami ingatlanok, önkormányzati ingatlanok esetében az elhelyezés felajánlását és biztosítását egyéb esetekben is, hozzáteszem, együttműködési kötelezettség mellett, mert anélkül nem fog menni. Hogy a lakhatás az egy alapjog. Itt például az az önkormányzat és az államnak a felelősség és a feladata, hogy megelőzzék a hajléktalanságot önkormányzati cserelakások biztosításával például, vagy pedig érvényesíthessék a lakók a cserelakásra való jogukat. Bocsáss meg, úgy gondolod tehát, hogy az állam eladta a házat, az államhoz befolyt a bevétel, és most az önkormányzat, akinek egyébként nincsen forrása, ő adjon a lakóknak lakást. Miért nem az állam oldja meg a lakóknak a problémáját? Hogyha ő kapta a pénzt, akkor miért nem ő áll helyt a saját döntései miatt? Szerintem az mindig egy rossz, az szerintem egy nagyon rossz politika, hogyha dacból engedünk utcára embereket. Szóval én úgy gondolom, hogyha nyilván nem feltétlenül az önkormányzatnak lenne a feladata, de ha most az önkormányzat tud nekik segítő kezeket nyújtani, akkor szerintem bármilyen demokrata és szociálisan érzékeny városvezetőnek igenis feladata bekapcsolódni ebbe a munkába, és lakhatást biztosítani azoknak, akiket adott esetben az állam hagy az útszélén. Egyébként egyetértünk persze, ha az önkormányzat tud segíteni, akkor segítsen. Csak ne gondoljuk azt, hogy mindig lehet rakni az önkormányzatokra a terheket, miközben a forrásokat meg elvesszük. Én nem csak a tüntetésen voltam ott, hanem utána fogadórán beszéltem egyrészt a város mindenki és csoport képviselőivel, másrészt a Bihari utcai lakók egy részével. És hogy röviden válaszoljak a kérdésre, senkit nem szabad úgy kilakoltatni, hogy ne biztosítsanak neki valamilyen lakhatási lehetőséget. A szociológusok pontosan elmondták és levezették, hogyha generálisan nem orvosoljuk a bajt, ami a szegénység, akkor mindig csak exportálni fogjuk a problémát. Az, ami most Hős utca és Bihari utca, az néhány évvel ezelőtt dzsumbúj volt a Ferencvárosban. Most megszüntetjük ezt a problémát megoldás nélkül, akkor fognak valóban költözni, és nem tudom néhány év múlva melyik utcáról fogunk hasonló módon beszélni. Támogatnák-e a lakhatásnak, mint alkotmányos alapjognak az elismertetését egy esetleges új alkotmányba? Igen, én támogatnám. Köszönöm, Burán Sándor képviselő úr. Igen. Igen, teljes mértékben, és ez nem egy nagyon bátor vállalás tőlem, tekintettel arra, hogy abban a hatpárti programban, aminek a kidolgozását én koordináltam, ezt mind a hat párt már vállalta.